Spanyolországban az első éjszakát az észak-keleti csücskében töltöttük, Roses nevű városka mellett fölmentünk a hegyre, és egy nagyon csendes éjszakánk volt. Innen indultunk tovább reggel Barcelonába. És ugye, mint minden nagyváros, azért Barcelona is elég veszélyes a lakóautózás szempontjából. Nem tanácsos a városközpontba bemenni egy ilyen feltűnő járművel, mert nehéz vele inkognitóba maradni. Azért sokan sejtik, hogy azért egy-két érték lapulhat benn, úgyhogy mi is inkább a külvárosba álltunk meg, és vonattal mentünk be a városközpontba. Megjöttünk ide Barcelonába. Itt vagyunk a Sagrada Familia előtt. Ugye ezt nagyon régóta építik, a mai napig, és még sok ideig fogják. Úgyhogy körül is nézünk, és megmutatjuk nektek, hogy mit kell róla tudni. Utána délután feltérképezzük itt a város többi szegletét, és este indulunk tovább. Magyarul a Szent Család templom, Antoni Gaudi mester műve, és az építése 1682-ben kezdődött, viszont a terveknek az összetettsége miatt rendkívül lassan haladt, és még ma is folynak a munkálatok rajta. Amint elkészül, a világ legnagyobb bazilikája lesz. Antoni Gaudi az élete fő művének tekintette, és 43 éven keresztül dolgozott rajta, az utolsó 15 évét pedig kizárólag a templom építésének szentelte. 1926-ban egy tragikus villamos balesetben hunyt el, a sírja a bazilika alaksorában lévő kápolnában található. Gaudi halálának a 100. évfordulóját szerették volna elkészíteni 2026-ra, és sajnos a Covid miatt ez valószínűleg nem fog bekövetkezni. What's your name again? I see so many of them come. Want me just play pretend? All your girls, they just wanna have fun. But it's the same old thing that we all see. Same old thing that keeps me keen. But I just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing that keeps me around. Népszerű látnivaló még a Gaudi által tervezett szecessziós mestermű, kaszabatló. Ez a csontok háza is. Egy textilgyáros megrendelésére készült 1904 és 6 között, már egy meglévő ház átalakításával. Most pedig itt sétálgatunk ennél a gyönyörű diadalívnél. Annak idén a világkiállításra 1888-ban építettek, és gyönyörű ez a főtér, nagyon sok turista van, és érdemes megfigyelnetek a pálmafákat is, mert rengeteg papagáj van. Úgyhogy nagyon szép, egy ilyen egynapos túrát iktattunk be itt Barcelonán belül, ugye a két gyerekkel és egy kutyussal. Ebbe az egy napba belefért a kávézás, ettünk, egy kicsit csemekézgettünk, és megnéztük ugye a híresebb látványosságokat is. Most bejöttünk egy ilyen ingyenes botanikus kertbe, ahol nagyon különleges növényeket ingyen meg lehet tekinteni. Kedves kis kávézók vannak, éttermek, templomok, általában mindenhova fizetni kell, tehát hogyha ti beszeretnétek menni katedrálisba, bármelyik épületbe, látványosságba, akkor külön kell fizetni. Sok a külföld, így a téli időszakban is. Gyakorlatilag elmondható, hogy itt azért elég veszélyes lakóautóval megállni Barcelonán belül. Egy darab parkolóról tudunk, ami fizetős, de az 50 euró egy napra. Mi annyit nem szerettünk volna kifizetni, úgyhogy egy külvárosi parkolót választottunk. A Citadella Park kellemes zöldövezet a nagyvárosi nyüzsgésből kikapcsolódásra vágyóknak. Mi is megnéztük. Ha csak sétálni vagy piknikezni szeretnénk egy kicsit a narancs és magnólia fák árnyékában, akkor tökéletes választás lehet. Nagyon népszerű volt a turisták körébe is. Sok árus települt oda ki. A gyerekek a legjobban a szappanbuborék készítő bácsit élvezték a legjobban. Na, és egy csodálatos napot zártunk itt Barcelonába, és vonattal jöttünk ugye vissza ide a külvárosba. Itt állt egész nap a lakóautó, sértetlen volt, amikor megérkeztünk, úgyhogy nagyon örültünk, hogy most már csak a szálláshelykeresésre kell az időt fordítanunk. És ezt a parkolóhelyet már korábban kinéztük, egy ilyen irodaháznak a szomszédságában van, ahonnan az irodisták egész nap ráláttak a lakóautónkra, úgyhogy biztonságban itt mertük hagyni.
Úgyhogy most pedig nézzünk egy éjszakai szálláshelyet. Tegnap itt 18 fokban hirtelen 3 fok, hát és hóesés, úgyhogy mi is élvezhetjük azt a havazást, ami éppen Magyarországon folyik. Itt vagyunk Zaragózában, ez egy nagy város itt a közepén Spanyolországnak, és a tegnapi nagy utazásunk alatt megtapasztalhattuk a téli nyarat itt Spanyolországban, ugyanis 18 fok volt napsütés, mára viszont 3 fok van, és esik a hó, és villamossal jöttünk be ide Zaragoza központjába, egy külvárosi parkolóból, ahol a lakóautósok egymás mellett kényelmesen meg tudtak állni, nem kellett fizetnünk, ez egy jó kis parkfornájtos hely. Barcelona után azért ez egy kicsit tisztább város, ugye itt kevesebb turista is van, kisebb, nincs akkora nyüzsgés, nincsen kikötő. Az Ebro folyópartján fekvő Zaragoza Spanyolország 5. legnagyobb városa. A Bazilika Zaragoza egyik legmeghatározóbb épülete, és ebben a barokk építészet égköve látható, elevenedik meg. És a hagyomány szerint Szent Jakab apostolnak itt jelent meg az alábástorom oszlopon Szűz Mária, és ekkor elrendelte, hogy tiszteletére templomot emeljenek. És ennek cserébe, tehát azt ígérte, emiatt, hogy ő védeni fogja Zaragózát a jövőben, és Hispániát. Itt megtapasztaltuk a téli lakóautózást is, hát nem volt kellemes. Annak ellenére se, hogy volt egy nagyon jó kis fűtésünk. Reggel indultunk is tovább éjszakra, és jobb idő várt ránk. Most érkeztünk meg El Ciegóba. Itt megy már az El Camino útvonala a környéken, úgyhogy amiatt is ez egy szentebb hely számunkra, ugyanis mindenképpen egy-két helyszínét az El Caminónak végig szeretnénk járni így lakóautóval, két gyerekkel. Mindjárt megyünk, Akin, egy pillanat! Gyere vissza, közben nem beszélhetek. Pillanat! Ugye úton vagyunk Spanyolországban, még mindig lefelé Portugáliába, és keressük azokat a helyeket, ahova egy átlagos repülőjárattal nem tudunk eljutni, hanem tényleg ezek a kisebb, hangulatos lakóautós helyek. Ugye mi kifejezetten szeretjük azokat a lakóautós, ebuós helyszíneket, ahol nincsen turista. Tehát tényleg azok fordulnak meg, akik lakóautóval jöttek, és a környékbéliek laknak. Tehát nekünk ezek az igazi varázslatos helyek, ahol csak mi vagyunk a lakóautóval és a helybéliek. És ez egy ingyenes parkoló. Túlnyomó rész rajtunk kívül spanyolok vannak itt most, úgyhogy mindenki szépen ide sorba beállt. És ami egy különlegesség, hogyha van igénye az embernek, akkor még áramra is rá tud csatlakozni. Majd el fogunk sétálni most, megmutatom nektek. Egy-két étterembe tudtok vásárolni itt a környéken zsetont, amivel ez működik. Egy zsetonnal 12 órára tudtok áramot használni, amelynek az ára az 2 euró. Szerintem ez ilyen jelképes összeg itt. Hi, good morning. Can I have a token for yes, of course. One, it's okay. Yes.
Oh, yes. Itt összegyűltek a helyi lakóautósok, úgyhogy itt egymás mellett vagyunk egy kis faluban, és nagyon jó hangulat van. Ez kifejezetten az a hely, amit így kamerán keresztül nem fogunk tudni nektek átadni, mert olyan, mint egy díszlet, hogyha itt van az ember. Nagyon szép. Ez egy régies kis várfal, templom, minden a régi múltat idézi, a falakat nézve, mégis jelenben vagyunk, és mégis minden modern. Úgyhogy nagyon szép kis rendben tartott falu, sok a környékbéli, ugye tél van, tehát kevesen vagyunk turisták. Felsétáltunk az óvárosi részbe, és találtunk is egy pékséget, ahol hihetetlen nagy sor áll, úgyhogy nem tudom mit árulnak, de nagyon jól megy nekik így vasárnap délelőtt. Ez 14:30-ig itt van, úgyhogy majd megpróbálunk majd visszajönni ide. Ezek azért ilyen baráti helyszínek, mert nem kell fizetni azért, hogy itt maradjunk. Tehát tulajdonképpen ingyen igénybe tudjuk venni a helyet, és egymást váltjuk így napközben. Tehát mindenki körülbelül egy napra marad. Ennek a falunak a lakossága körülbelül ilyen 950 fő, és itt a régióban nagyon sok borgazdaságot lehet találni, szőlőbirtokot. És a közelben van egy nagyon híres szálloda, amely egy régi pincészet helyén épült, és egy kanadai tervező, Frank Gehry tervezte, ez egy ilyen titánnal, acélborítással, mintha ilyen szallagokkal lenne átkötve az épület. Nagyon híres Michelin csillagos étterem is van, és 2006-ban építették, mintegy 16 millió eurós költségvetésből, és innen a településről kitekintve egy nagyon tájidegen épület fogadja itt a turistákat. Ezt hívjuk mi van life-nak, amikor az ég alatt alszunk, és közvetlenül a tengerparton, jelenleg pedig az óceánparton. Most először vagyok az óceánparton, és eddig nem ismertem ezeket az óriási hullámokat. Nem ismertem a fogalmát annak, milyen úgy elaludni éjszaka, hogy dübörög a lakóautó a hullámok hangja miatt. Egy német pár van még itt, ők előbb jógáztak, nekik egy ilyen kis felépítmény van a terepjárójuk tetején, amikor itt sötétben megállsz, a csillagok alatt van a lakóautó, és a tenger illata elképesztően leírhatatlanul szép. Fürdeni nem tudunk, mert ugye január van, de nem is kell, mert a látvány az bőven kielégítő jelen pillanatban nekünk, amit az óceán nyújthat. Gyönyörű szivárványokat hoz létre egyébként ez a sópára, amikor felcsapódik a hullám. Ugye mi úgy gondoljuk, hogy a lakóautózásnak úgy van értelme, hogyha ilyen helyeken vagy, hiszen egy kempingbe bárhol meg tudsz állni, ott nem nagyon tudunk mit látni, itt viszont közvetlenül a természetbe tudunk éjszakázni, úgyhogy mi mindig ezeket a helyeket preferáltuk a lakóautóval, és hát ez egy abszolút favorit ezen a nyaraláson eddig itt Spanyolországban, és hát nagyon élvezzük. Tehát ez a lakóautózás szerintem